A szonár indítását követően ez a kezdőképernyő fogad minket. Itt van lehetőség új projekt indítására, amit el kell neveznünk. Ekkor egy mappa is készül, és ebben lesznek a projektben használt fájlok. Használaton kívüli ablakokat érdemes bezárni, itt az elején. Következnek a beállítások. Először az audio szekció, driver mód. Látszik, hogy az ASIO driver szekció van kiválasztva. Audio interfész, egy Roland OctaCapture-t használok. Kés a bemenetek, mindegyike aktív. Szinkronizáció, illetve a latency értékek is kiolvashatóak. MIDI eszközöknél egy Roland A-sorozatú billentyűt használok, ami itt a Control Surface szekcióban van összelinkelve Control Mapping segítségével. Eltávolítani, illetve újat adni is itt lehet. Egy legördülő menüből lehet kiválasztani a általunk használt kontrollert. Még egy hasznos információja a projekt szekcióban metronomnál, hogy legyen beszámolás felvétel megelőzően. Hangszert a munkafelületre háromféleképpen tehetünk be. Első például a insert menüt használva, a VST pluginek közül egy Cakewalk Rapture-t illesztettem be. Következő módszer a keresőablak segítségével, ahol különböző nézetek közül a plugint kiválasztva, azon belül is a hangszerekre kattintva a Rapture-t drag and drop módszerrel helyezem a munkafelületre. A végeredmény az ugyanaz, csak a módszer különbözik. És a harmadik verzió a Synth Rack nevezetű nézet keresőablakban, ahol látható a már két behelyezett hangszer. Természetesen innen el is lehet távolítani ezeket, vagy pedig az említett harmadik módszerrel behelyezni, szintén a Rapture-t fogom. Végeredmény ugyanaz. Cakewalk Rapture. Most egy hangszín betöltés látható a Rapture gyári hangszínei közül. Nos, legközelebb innen fogom folytatni. Thank you.